könnyebb elérhetőség feltérképezik egész Közép-Európa tömegközlekedési feltételeit, és tanulmányozzák, hogyan lehet javítani a régiók közötti mobilitáson. Befejeződött az összeírás, összesen 600 ezer gazdát keresett meg a KSH, a birtokszerkezettel, az állattartással, a föld- és vetésterületek nagyságával kapcsolatos információkat kérdeztek. Baromfi vágópont Tiszadobon, a beruházással a mintafarmon és a lakosságnál tenyésztett szárnyasokat egyszerűbben és gyorsabban tudják konyhakésszé tenni. Feltérképezik egész Közép-Európa tömegközlekedési feltételeit, és tanulmányozzák, hogyan lehet javítani a régiók közötti mobilitáson. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Újabb Interreg program indul, amelybe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és Nagykálló is bekapcsolódik. Az utóbbi években ugyanis azt tapasztalható, hogy a demográfiai változások és a kisebb városokból való elvándorlás összefüggésben van a közlekedési feltételekkel és a tömegközlekedés minőségével. Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kisvárosa, több mint 9000-en élnek a településen. A város demográfiai összetétele folyamatosan változik, de az utóbbi években azt tapasztalják, sokan nem vállalják a napi ingázást és odaköltöznek, ahol munkát találnak. Ez nem jó a kisvárosnak, ezért a közlekedési feltételeit tovább szeretné javítani. Most megteheti, hiszen egy uniós programba bekapcsolódott a város, a Rumobilba, amelyben felmérik, hogyan lehetne egy elővárosi közlekedés feltételeit megteremteni és korszerűsíteni a tömegközlekedési szolgáltatást. Azt gondoljuk például, hogy ilyen telefonos applikációkkal lehetne segíteni azt, hogy amikor a járat sűrűség megengedi, akkor kisebb, akár kisebb buszokkal, de még sűrűbb járatokkal jelezni azt a használójának, hogy éppen mikor megy a busz, vagy mikor vannak kevesebben rajta, tehát mondjuk egy fél órás, órás különbséggel indulnának sűrűbben, akkor ki lehetne azt számolni, hogy mikor a legcélszerűbb elindulni a Nagykállóinak, vagy éppen visszafele. Az Interreg pályázathoz a megyei önkormányzat a közlekedés jobb összekapcsolása érdekében csatlakozott, hiszen a közszolgáltatóknak, a tömegközlekedési vállalatoknak a rendszereiket fejleszteni kell és igazodniuk kell a lakossági igényekhez. Nyíregyháza környékén abszolút nő a lakosság szám, és úgymond az agglomerációkban is egyre többen járnak be a városba dolgozni, tehát rengeteg a munkahely Nyíregyháza környékén, és ez természetesen eredményezi mindenképpen azt, hogy a tömegközlekedésbe is változásokat kell előidézni, és ott is megnőnek úgymond a részvételi adatok a járműveken, tehát ezt mindenképpen mérni kell, és mindenképpen olyan javaslatokkal kell élni, és olyan fejlesztéseket kell megcélozni, amellyel ez gyorsítható, javítható és kényelmesebbé tehető a résztvevők számára. Az uniós finanszírozású transznacionális együttműködési program vezető partnere a Szász-Anhalti Fejlesztési Közlekedési Minisztérium. Németország mellett a lengyelek, csehek, szlovákok, horvátok és Olaszország is partner. A több országból álló területek közösen keresnek megoldást a térségeket érintő közlekedési, mobilitási problémákra. Tanulmányutakat szervezünk. Az első a programban jövő márciusában Horvátországban lesz, majd nálunk Németországban, Wittenbergben. A program lényege az, hogy feltérképezzük, hogyan működik egész Közép-Európában a tömegközlekedés, hogyan lehet fejleszteni és milyen összefüggésben van a tömegközlekedés szolgáltatási színvonala, jellemzői, az egyes régiókban tapasztalható demográfiai változásokkal, elvándorlással. A tapasztalatokat, javaslatokat összegyűjtjük, és az országok beépíthetik saját közlekedés politikájukba. A beérkezett majdnem 300 projektből az Unió 35-öt részesít támogatásban, összesen 70,5 millió euró értékben. Befejeződött az Agrárium 2016-os mezőgazdasági összeírása. A nyári hónapokban összesen 600 ezer gazdát keresett meg a KSH. A birtokszerkezettel, az állattartással, a föld- és vetésterületek nagyságával kapcsolatos információkat gyűjtötte össze a statisztikai hivatal. Az adatgyűjtés, amelynek eredményei a következő hetekben publikussá válnak, pontos és hiteles képet adnak a mezőgazdaság állapotáról, változásairól.
Jó napot kívánok! 128 településen 54 ezer háztartást kérdeztek meg a kérdezőbiztosok. Ezeket a képeket stábunk akkor készítette, amikor javában tartott a mezőgazdasági összeírás. Az idei adatgyűjtést megkönnyítette, hogy a kérdezőbiztosok elektronikus úton azonnal küldhették az adatokat a központ felé. A webes kitöltést is több gazdálkodó választotta, hiszen kényelmesebb megoldást jelentett otthonról nyilatkozni. A mezőgazdasági összeírás az őstermelőket, egyéni gazdálkodókat, állattartókat is érintette. Hamarosan megkezdődik a felvétel eredményeinek a közzététele. A jövő héten már várható az állatállományadat. Ez megyénként a fontosabb haszonállatfajok szerint közli a megyei állatállományadatokat. Ezt követően jelennek meg a földterületi adatok. A klasszikus, a gazdaság szerkezeti összeíráshoz kapcsolódó információk közzététele az novembertől indul. A 2016-os agrárkérdőíveket már online is kitölthették a gazdák. A kiemelt gazdasági tevékenységet végzőknek kötelező volt a webes felületet használni. Az adatok nyilvánosak lesznek a KSH honlapján hamarosan. Első sorban a társadalmi gazdasági döntéshozók tudják ezeket nagyon jól használni, de mindenki, aki az agrárium iránt érdeklődik, vagy döntési helyzetben van, azok számára nagyon hasznosak ezek az információk. Szabolcs megye összgazdasági teljesítményének 10%-át a mezőgazdaság adja. 33 ezer család él növénytermesztésből, állattartásból. Több mint 7 ezer főt foglalkoztat ez az ágazat. Már csak 16 nap van hátra az október 2-ai népszavazásig. Azt azonban még mindig nem lehet tudni, hogy a baloldal milyen álláspontot képvisel a referendummal kapcsolatban. Mondta el Petneházy Attila a Nyíregyházán a Kossuth téren tartott mai sajtótájékoztatóján. A fideszes országgyűlési képviselő hozzátette, a baloldali politikusok egymásnak ellentmondó kijelentéseik miatt egyre hiteltelenebbé válnak a választóik előtt. Az általa megkérdezett baloldali szimpatizánsok pedig éppen ezért nem értik saját támogatottaikat. Egymásnak ellentmondóak a nyilatkozatok. Ennek volt egy ékes példája éppen Nyíregyházán is, az MSZP sajtótájékoztatója, akik kiemelték fontosságát a közös európai haderő felállításának. Azt is mondták, hogy fontos lenne a határőrizet, emellett tették le a voksukat, ha így tetszik. Egy valamit elfelejtettek mondani, ezt Orbán Viktor augusztusban már a V4-ek csúcson elmondta, és ez Pozsonyban is minden bizonnyal elhangzik, akár már a mai napon is, ahol a V4-ek fontos felvetései közül ezek is ott vannak. Baromfi vágópontot adtak át Tiszadobon. A nagyközségben az önkormányzat már működtet egy mintafarmot, ahol állattartással is foglalkoznak. A vágópontot azért alakították ki, hogy a mintafarmon és a lakosságnál tenyésztett szárnyasokat egyszerűbben és gyorsabban tudják konyhakésszé tenni. Több mint 12 millió forintból épült Baromfi vágópont Tiszadobon, közölte a település polgármestere az átadó ünnepségen. Bán György hozzátette, a nagyközségben 4 éve működik önkormányzati mintafarm program, amelyben közmunkásokat foglalkoztatnak. Tavaly 8,1 millió forint haszonnal zárták az évet, idén augusztus végéig ez az összeg már 5,2 millió forint volt. 85%-ba a vágópontot közmunkásokkal hoztuk létre, és hát ennek a bérnek a közterhe is szerepel ebbe a beruházási értékbe, és mindenképpen az az összeg, amit dologi támogatásként a vágópont építéséhez kaptunk. Tehát gyakorlatilag, ha úgy mondom, hogy idegen forrásból vagy startközmunkás programos forrásból egy 6,4 milliót fordítottunk a vágópont építésére, és a farmon megtermelt jövedelem részt visszaforgatva, ez 5,4 milliót szintén, 5,4 milliót tesz ki. A vágóponton 4 főt foglalkoztatnak majd, akik a farmon termelt, valamint a lakosságnál tenyésztett baromfikat teszik konyhakésszé. Ezeknek az eszközöknek a segítségével naponta akár 150 szárnyast is levágnak majd. A munkások először közfoglalkoztatottként dolgoznak majd a vágóponton. A tervek szerint azonban egy idő után már a létesítmény termeli ki az alkalmazottak bérét. Tiszadobon az 1800 fős lakosságból közel 200-an dolgoznak közfoglalkoztatottként, de a program sokat javít a megyében a munkanélküliségi rátán. A kormány jövőre ezért még nagyobb forrást biztosít erre.
közölte Vinnai Győző az átadó ünnepségen. 2017-es költségvetésben 340 milliárd forint lesz erre, az idén 325 milliárdot használ fel erre a kormány, és országosan mintegy 200-220 ezer embert sikerül bevonni ebbe a programba. Én azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, vagy ebbe a Szabolcs megye nyugati részébe nagyon fontos ez, hiszen nincs annyi cég, nincs annyi munkahely lehetőség, amely lehetőséget adna az itt élő embereknek. Éppen ezért a közfoglalkoztatásban vannak ilyen létszámok, és én beszélgetve az emberekkel azt látom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne segélyt kapjanak, hanem munkából, jövedelemből éljenek meg. A vágópont átadása után nyílt napot tartottak a Mintafarmon. Az önkormányzat következő terve egy kicsi, de minőségi tejfeldolgozó üzem létrehozása. Elismerésekkel és ajándékokkal jutalmazták azokat a polgárőröket, közterület felügyelőket és rendőröket, akik az idei turisztikai szezonban kiemelkedően teljesítettek szolgálatot. A rendezvényen elhangzott, nekik is köszönhető, hogy Nyíregyháza évek óta biztonságos helynek számít. Sorra veszik át az elismerő okleveleket azok a polgárőrök, közterület felügyelők és rendőrök, akik a nyári időszakban kiemelkedően végezték munkájukat. Az elismerésben részesülők 18 egymást követő pénteken vigyáztak a közbiztonságra a megyeszékhelyen. Alapvetően polgárőrök, de közterületfelügyelők és rendőrök is kapnak, összesen 33 főt részesítünk elismerő oklevélben és egy kis jelképes értékű ajándékban. Gyakorlatilag azért, mert az elmúlt májustól szeptemberig terjedő 18 hétvégi alkalommal, pénteki napokról van szó, olyan kimagaslóan végezték a munkájukat a közös szolgálat terén, hogy úgy gondoljuk, hogy igencsak megérdemlik ezt az elismerést. A díjátadón kiemelték, a lakosság biztonság érzete mellett fontos, hogy a városban a nyári hónapok alatt a turistákkal szemben sem történt komolyabb bűncselekmény. Ilyenkor több százezer vendég van Nyíregyházán már évek óta, még nagyobb feladat, még nagyobb munka hárul ránk. Nagyon örülök, hogy kimagaslóan jó az együttműködés az önkormányzati rendszer, közterület felügyelet, rendőrség és a polgárőrség között, és hát a turisztpolisszal a diákok is bekapcsolódtak. Ez mit kellett ahhoz, hogy ilyen nyugodtan, békésen teljenek a turisztikai főszezon hetei, hiszen büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt 6 évben semmilyen komoly incidens nem történt. A nyári hónapokban a bűnmegelőzési együttműködést a következő években is közösen folytatja majd a három szervezet. Nemzeti imát mondtak a mozgáskorlátozottak, kért a Mária Pócsik egy templomban. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A hétvégén rajtul a bajnoksága a férfi kosárlabda NB1B-ben. A keleti csoportban érdekelt Nyíregyháza Blue Sharks szombaton a Békés csapatát fogadja. A hazaiaknál pályára léphet a héten igazolt amerikai Imeni Gent is. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. A hétvégén kezdődik a bajnokság a női kézilabda NB2-ben is. Az északkeleti csoportban érdekelt megyebeli együttesek közül a Mátészalkai MTK a Debrecen második csapatát fogadja. A Vitkaese Felső Zsolcára látogat, a Kölcsei Díjese pedig a Mezőkeresztes otthonában lép pályára. Nemzeti imát mondtak a mozgáskorlátozottakért a Mária Pócsik egy templomban. Magyarországon mintegy 160 ezer mozgássérült él, közülük több mint ezren adtak hálát folyamatosan javuló életkörülményeikért. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének felmérése szerint a Földön élő emberek közül minden tizediknek van valamilyen fogyatékossága. Az idén 35. születésnapját ünneplő mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetsége közel 160 ezres tagságával az egyik legnagyobb civil szervezet Magyarországon. Pénteken Mária Pócson a Nemzeti Kegyhelyen első alkalommal mondtak nemzeti imát a mozgáskorlátozottakért. Isten minden a mi javunkra tesz. A mai evangélium is elhívja fel a figyelmünket. Nem én keresem a mai evangéliumot a mai alkalomhoz, hanem a gondviselő Isten rendezze úgy, hogy mai nap ezt az evangéliumot olvassuk fel, ahol éppen Jézus Krisztusnak mondják, éppen Jézus Krisztussal kapcsolatban hangzik el, hogy orvos, gyógyíts önmagadat.
Magyarországon a mozgássérült emberek számára azért a 98-as év egy történelmi fordulópont volt, hiszen Magyarország először alkotta meg azt a jogszabályt, ami az esélyegyenlőség megteremtéséről szól, tehát a magyar állam felelősséget vállalt annak érdekében, hogy a fogyatékos embereket az élet minden területén felzárkóztatja. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében közel 10 000 mozgássérült él, közülük mintegy 4 000-en dolgoznak 25 speciális foglalkoztatónál. A megyei egyesület a lehető legtöbb programot igyekszik kínálni a több mint 6 000 egyesületi tag számára. Közösségi programok vannak, nappali intézménnyel rendelkezik az egyesület, foglalkoztat 25 gyereke, ilyen fiatalkorúakat, rehabilitációs foglalkoztatásba, támogató szolgálattal meg tudjuk oldani a beszállításukat, de szomorú számunkra, hogy nehezen jutunk hozzá olyan pályázathoz, amin nyernénk is egy újabb támogató szolgálatos buszt. A nemzeti misén több mint 1000-en vettek részt, és igyekeztek lelki vigaszt találni bajaikra. Mária segítsége nem csak abban nyilvánul meg, hogy oda tesszük a falra a magunkat, hithagyjuk, hanem abban, hogy elfogadjuk az állapotunkat, és kibékülünk vele. Mert az emberi sors olyan, hogy nem biztos, hogy mindig csak táncolni fogunk, hanem tudomásul kell venni az állapotunkat. Ennyit. Az ország egész területéről érkezett mozgássérültek közül nagyon sokan vasárnapig Nyíregyházán maradnak, ahol a megyeszékhely nevezetességeit keresik fel a vendéglátókkal. A hétvégén rajtol a bajnoksága a férfi kosárlabda NB1B-ben. A keleti csoportban érdekelt Nyíregyháza Blue Sharks szombaton a Békés csapatát fogadja. A hazaiaknál pályára léphet a héten igazolt amerikai Imeni Gent is. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Új osztályban, új csapattal és új névvel várja a bajnoki rajtot a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. A kék cápák augusztus elején kezdték el a felkészülést 14 saját nevelésű játékossal. Az edzőmeccseken és a csapat saját rendezési tornáján is voltak biztató jelek a bajnoki szereplést illetően, de mivel az NB1B-ben legutóbb 14 éve szerepelt az együttes, az elvárásokkal kapcsolatban még nem láthat tisztán a szakmai stáb. A B csoportnak az erősségét is föl kell mérni ahhoz, hogy ezt végérvényesen meg tudjuk mondani, de szeretnénk azért az erősebb csapatok közé tartozni. Mindenképpen az a célunk ebben az évben, hogy megszilárdítsuk a csapatnak a működését, illetve kialakítsunk egy olyan magot, akikre lehet majd a továbbiakban is számítani. A vezetőedzői teendőket Siska János látja el. A szakember reményei szerint jó rajtot vesznek majd a kék cápák. Az utolsó hétvége alapján bízok a csapatban, főleg a szombati teljesítmény után. Ha ezt tudnánk hozni a hétvégi mérkőzésen, akkor nem hiszem, hogy probléma lesz a Békés ellen. A hét elejétől a csapattal készül egy amerikai játékos is, aki a palánk alatt lehet majd használni a nyíregyháziaknak. Őt Emani Gantnak hívják, és azért választottuk őt, mert most került ki az egyetemi bajnokságból. A videók alapján egészen meggyőző teljesítményt mutatott. Reméljük, hogy ezt majd meg fogja mutatni itt a mérkőzéseken is, de azért nem ugyanazokat a teljesítményeket kell várni tőle, mint az olyan légiósoktól, akik az A csoportban voltak itt nálunk, hiszen nem abban a kategóriában mozog itt az árára gondolok, illetve a teljesítményére is. Azért ez mégiscsak a B csoport. Egy fiatal amerikai játékosról van szó, aki remélem, hogy azért majd egy-két látványos dolgot meg tud mutatni majd a pályán. A kék cápák a nyitó fordulóban a Békés csapatát fogadják. A mérkőzés szombat délután 16:30 kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A hétvégén kezdődik a bajnokság a női kézilabda NB2-ben. Az északkeleti csoportban érdekelt megyebeli együttesek közül a Mátészalkai MTK a Debrecen második csapatát fogadja. A Vitka Ese Felső Zsolcára látogat, a Kölcsei Dése pedig a Mezőkeresztes otthonában lép pályára. 26. NB-s szezonjának vág neki a hétvégén a Kölcsei Dése. Hadovás István együttese augusztus elején kezdte el a felkészülés bentlakásos edzőtáborral és edzőmeccsekkel hangolva az új évadra. A hagyományokhoz híven a nyári szünetben több távozója is volt a diákcsapatnak, vannak viszont érkezők is, így a szakember az élmezőnybe várja még alakuló Kölcseit. Egyelőre képlékeny a társaság, alakulóba vagyunk, sok változás történt, elment a két
kapusom a felnőtt csapatból, tehát ott lesz egy 14 és egy 15 éves kislány a kapuban, akik egyébként nagyon tehetségesek. A két kezdőszélsőnk is elment, Szabó Vali abba hagyta a játékot, tehát ezek meghatározó emberek távoztak tőlünk, ugyanakkor viszont érkeztek tehetséges 13-14 éves gyerekek, 7-8-an, ők nagyon ügyesek, de nyilván nekik még idő kell, viszont a tavalyi csapatból megmaradt játékosok egyrészt nagy elánnal készülnek, másrészt pedig morálisan egy nagyon erős társaság, akik nagyon szeretnek edzeni, nagyon szeretik a kézilabdát, és hát bizonyítottuk már, hogy minden nehézség mellett is tudunk jól játszani. A nehézségekből egyébként hozzáteszem, most is van, mert betegségek, sérülések, munkahelyi tanulmányi elfoglaltságok miatt maradtak ki edzések, de én úgy gondolom, hogy hétvégén jók leszünk. A mezőkeresztesen rajtoló Kölcsey DS mellett még két csapat képviseli a megyét az NB2 északkeleti csoportjában. A nyitófordulóban a Máté-Szalkai MTK a Debrecen második csapatát fogadja, a Vitka Ese pedig Felső Zsolcán lép pályára. Bronzérmet szerzett a női párbajtőr csapat tagjaként Veres Amarilla a Riói Paralimpián. A harmadik helyről döntő mérkőzésen a magyarok 45-44-re verték Lengyelországot. A mindent eldöntő túst az NVSC vívónője vitte be, akik Rajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi társaságában vehette át a bronzérmet. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Feltérképezik egész Közép-Európa tömegközlekedési feltételeit, és tanulmányozzák, hogyan lehet javítani a régiók közötti mobilitáson. Újabb Interreg program indul, amelybe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és Nagykálló is bekapcsolódik. Az utóbbi években ugyanis azt tapasztalható, hogy a demográfiai változások és a kisebb városokból való elvándorlás összefüggésben van a közlekedési feltételekkel és a tömegközlekedés minőségével. Befejeződött az Agrárium 2016-os mezőgazdasági összeírása. A nyári hónapokban összesen 600 ezer gazdát keresett meg a KSH. A birtokszerkezettel, az állattartással, a föld- és vetésterületek nagyságával kapcsolatos információkat gyűjtötte össze a statisztikai hivatal. Az adatgyűjtés, amelynek eredményei a következő hetekben publikussá válnak, pontos és hiteles képet adnak a mezőgazdaság állapotáról, változásairól. Baromfi vágópontot adtak át Tiszadobon. A nagyközségben az önkormányzat már működtet egy mintafarmot, ahol állattartással is foglalkoznak. A vágópontot azért alakították ki, hogy a mintafarmon és a lakosságnál tenyésztett szárnyasokat egyszerűbben és gyorsabban tudják konyhakésszé tenni. A Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 16-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig a Krónikával, heti hírösszefoglalónkkal várjuk majd Önöket. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékonyabbra fordul az idő. Szombattól több napon át egy a Kárpát-medence fölé húzódó ciklon alakítja időjárásunkat. Többfelé várható zápor, zivatar, és a hőmérséklet is visszaesik néhány fokkal. Éjjel változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. A délies szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap erősebben és gyengébben felhős időszakok váltják egymást, több órás napsütés is valószínű. Főként a délutáni, esti órákban várható zápor, zivatar. A délnyugati szél helyenként megélénkül, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás várható térségünkben. Vasárnap főként fátyol felhők zavarhatják a napsütést, és csapadék sem valószínű. Hétfőn és kedden viszont több lesz a felhő, és főként hétfőn kell ismétlődő jelleggel esőre, záporra, helyenként zivatarra számítani. Tovább csökken a hőmérséklet, a csúcsértékek 20 fok körül alakulnak majd. Szerdától várhatóan már naposabb, szárazabb, de kimondottan hűvös időre készülhetünk.